Ez az élet szaga. Igen, az otthonunk, az anyánk, ő az anyánk, és az otthonunk, tudom. Egyszer elmentem otthonról nagyon messzire, nagyon-nagyon messzire. Aztán visszanéztem, és megláttam ezt a kis kék, élő, de törékeny világot. Olyan nagyon védtelen volt. Ezt a fiút az érdekli, hogy milyen fönt az űrben. Mintha kinyúlhatnál, hogy megfogd a földet, és a tenyeredbe zárd. Nagyon kísért, hogy megváltoztasd, hogy megtöltsd szerelemmel és jósággal. Ott kellett volna maradnom, ott bizony. De én visszajöttem. És persze a seggfejek mind itt voltak és vártak. De miért? Miért van az, kérdem én, hogy a seggfejek mindig ott vannak és várnak? Azért, mert nem tudják, mi az igazság. Azok a fickók megkavarták, és jól összezagyválták a tényeket. De onnan fentről... Ó, te jó Isten, onnan fentről minden világos és tiszta, és érintetlen. És gyönyörű szép. A fiút az érdekli, hogy milyen is ott fönt. Gyere ide. Gyere. Látod? Minden itt van. Itt bent. Istennel. És velem. Ez a valódi szabadság. Egyetlen pillanata. Egész életemben. Ha át akarod élni, föl kell oda menned. Te döntesz, de ők küldenek. Engem is küldtek. Majd visszahoztak. De tudod, az énem egy részét fönt hagytam, mert nincs már bennem többé. Fönt hagytam az űrben. És kétlem, hogy vissza fogom kapni.